A hátrányos helyzetű emberek megsegítésére fordítja minden idejét és energiáját egy nagykárói férfi. Lőrinc Zoltán annyira elhivatott a rászorultak megsegítésében, hogy addigi munkahelyét feladta és megalakította az Együtt Egymásért Egyesületet, amelynek tagjai először saját használati tárgyaikat kezdték el közösségi oldalakon árverésre bocsájtani, hogy a befolyó pénzből élelmiszert vegyenek a rászoruló családoknak. Felfigyeltek erre Nagy Károly lakói, és egyre többen csatlakoztak a kezdeményezéshez. Ezzel az összefogással ma már rendszeresen több száz családnak tudnak segíteni. Lencsefűzeléket készít ez a nagymama az új év első napjaiban. Tudják, hogy ettől nem lesznek gazdagok, de bíznak benne, hogy mindig is fognak akadni olyan jó szándékú emberek, akik segítségével fent tudják tartani népes családjukat. Az Együtt Egymásért Egyesület vezetője Lőrinc Zoltán rendszeresen felkeresi a magyar családot, és igyekszik ellátni őket mindennel, amire szükségük van. Gumicukrot szeretitek? A gyerekek mindig csillogó szemekkel várják Zoli bácsi érkezését, az Egyesület létezése óta tudnak például kényelmesen ágyban aludni. Ruhákat, ágyakat kaptunk, hűtőt, aragást, bútrot, élelmet, babát a gyerekiknek játszott, szóval sok minden. Több száz hasonló sorsú családon segít rendszeresen az Együtt Egymásért Egyesület. A hideg beálltával több helyre kályhát, tűzifát vittek. Megvásárolják számukra azokat a gyógyszereket, amiket az orvos felír. Az Egyesület elindítója Lőrinc Zoltán annyira megszállottjává vált ennek, hogy felhagyta előző munkahelyét és úgy döntött, egész életét a szegények segítésére fordítja. Ez, amit én úgy kitaláltam az elején, hogy egy hónap egyszer egy családhoz jussunk el, ez picit kinőtte magát. Ez egy mindennapos feladattá vált, reggeltől szinte estig, és akkor kellett dönteni, hogy akkor folytatjuk-e a régi életünket, ahol volt egy vállalkozás, és köszönjük szépen, jól éltünk, vagy erre összpontosítunk, és akkor... Két heti gondolkodás után úgy döntöttem, hogy akkor csak ezzel a karitatív dologgal fogunk foglalkozni innentől. És hála az embereknek, ez egy annyira sikeres dolog lett, folyamatos az adományozás. Olyan sokan csatlakoznak az akcióikhoz, hogy valóságos mozgalommá nőtte ki magát. Most éppen egy szomszédos településről érkezett egy csomagtartónyi adomány. Bukarest Jánu Tíme az ismerőseitől is összegyűjtötte azokat a dolgokat, amire nincs szükségük, hogy azok jó kezekbe kerüljenek. Felkeltette figyelmemet, hogy mindig ott vannak, ahol legnagyobb a szükség. Ezért döntöttem úgy, hogy bármiben, amiben tudok segíteni, azt ide és nagyon nagy szeretettel fogom hozni. A gyerekeinket is próbáljuk úgy nevelni, hogy ami már nekünk fölösleges, amit mi már esetleg nem tudunk használni, de még használható, azt tudjuk átadni olyanoknak, akiknek a szükség nagy. Az Egyesület sikere talán annak is köszönhető, és az is motiválja az embereket az adakozásra, hogy a felajánlott tárgyak útját valóságsószerűen követni lehet. Folyamatosan képekkel és videókkal dokumentálják, kihez kerülnek a felajánlások, ezt pedig közzéteszik a Facebookon. Ezt látva egyre többen csatlakoznak, mindenki azzal segít, amivel tud. Egyik nagykárói lakos például felajánlotta ezt a régi diszkó épületet az Egyesületnek székhelyül, hogy tárolni tudják a beérkező adományokat, amik kiszállítják a rászoruló családokhoz. Kézművesek portékáikat ajánlják fel, Keresztes Erzsébet pedig masször tudásával próbál segíteni. Az Egyesület székhelyének is alternatív gyógyászati sarkot is berendeztek, amelyet egyre többen látogatnak. Arra gondoltam, hogy az Egyesületen belül lehetne őket masszírozni, mivel hogy ők nem tudják ezt megfizetni, vagy orvosi kezeléseket elvégeztetni, és evel szeretnék rajtok segíteni, viszont nem csak a szegény családok jöhetnek, hanem jöhetnek olyan emberek is, akik egy kicsit tehetősebbek, és tehetnek az urnába pénzt, van egy adománydobozunk. A civilek is különböző non-profit szervezetek összefogásával a Facebookos jótékonysági árverésekből valóságos mini-szociális rendszer alakult ki Nagykárolyban, és a kezdeti 4-5 család után ma már több száz olyan szemét látnak el, akik nem tétlenül várják a segítséget, hanem közben keményen dolgoznak az életben maradásért.